Köszöntöm ezeket, szervusztok! Elindult a parlament őszi ülésszaka, berobbant a politikai kampány. Az ellenzéki pártok és a kormánypárt is már a jövő évi Európa Parlamenti, illetve önkormányzati választásra készül. Egy évvel ezelőtt pedig megalakult a DK árnyék kormánya, részben erről, az elmúlt egy év teljesítményéről, részben az előttünk álló időszak legfontosabb kihívásairól fogom kérdezni a DK Európa Parlamenti képviselőjét, árnyék miniszterelnökét. Az interjút a szlovák választások miatt, és a teljes stúdió és a teljes stáb kivonul Pozsonyba péntek délután, tehát szeptember 29-én rögzítettük, felvételről közvetítjük ma este. Azonnal bemutatom a vendégemet, de ezt megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. És akkor fordulok mai vendégemhez, Dobrev Klárához. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Rengeteg mindenről kell beszélnünk, úgyhogy csapjunk is rögtön a közepébe. A DK-nak jelenleg a Fidesz, vagy a többi ellenzéki párt az elsődleges politikai ellenfele? Nem jelenleg, hanem mindig is a Fidesz az elsődleges politikai ellenfele. És ha tovább megyek, ugye mi azt mondjuk, hogy nem egyszerűen kormányváltást akarunk, hanem le kell bontani ezt az Orbán rendszert. Mi rendszerellenzéknek tekintjük magunkat. Ha ez így van, akkor mi nem törekszetek arra, hogy az Európa Parlamenti választáson meggyőző többséggel tudjátok leküzdeni a Fidesz mandátumszámát vagy szavazatszámát? A kérdésed valószínűleg arra utal, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, akik közös európai parlamenti listát szeretnének. Szerintem nevezzük nevén, mert ez az aktuális politikai kérdés. Én nagyon sokfajta kalkulációt láttam az elmúlt időben, meg számításokat. Van, ahol így, van, ahol úgy van több mandátum, de ennél sokkal fontosabbnak tartok valamit. Az európai parlamenti választáson magának a választás lebonyolítását azt nem a Fidesz, hanem az európai intézmények határozták meg. Ez egy szabad verseny, ha úgy tetszik. Nincsen ez a győztes még többet kap, ezek a manipulációk, amik a fideszes választási rendszert jellemzik. És a Fidesz az elmúlt 13 évben kiölte a magyar politikából a tisztességes politikai versenyt. Nem igaz az az állítás, hogy a világon nincsenek baloldaliak, zöldek, liberálisok, konzervatívok, vannak. Magyarországon ezt a fajta versenyt, ezt a fajta politikai versenyt, ezt felülírja az, hogy a diktatúra ellen küzdünk. De ettől függetlenül őrizzük meg szerintem a politikai pártok és a politika sokszínűségét. Ezzel most van is egyetértek, szerintem is fontos az, hogy ideológiai, világnézetileg a tagoltságát meg tudja őrizni az ellenzék. Én nem is amellett érvelnék, hogy kell-e egységes lista az ellenzéknek vagy sem, de azt gondolnám, hogy a különböző szavazói tömbökre specializálódott ellenzéki pártok közötti koordináció valószínűleg elősegíthetné azt, hogy akár szavazatszámban, vagy még inkább mandátumszámban meg tudjátok verni a Fideszt. Erre jelenleg nem látszik törekvés. Ó, nagyon-nagyon erős törekvés van, és abban is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ahogy 2019-ben, úgy most 2024-ben is az ellenzéki pártok nagyon bölcsen és nagyon okosan meg fognak állapodni. Sok száz helyen állapodtunk meg 2019-ben, most is sok száz helyen fogunk megállapodni. Az önkormányzatira mondod ezt. Az önkormányzatira mondom, igen. És az LP vonatkozásában? Az Európai Parlamentre ugyanaz vonatkozik. Mi egy erős baloldali, európai baloldali szociáldemokrata párt vagyunk. Van a Momentum, amely liberális párt, és egy nagyon erős liberális politikát visz. Vannak a zöld pártok. Tehát azt hiszem, hogy ebből a szempontból ez is egy kifejezetten jó dolog, és mondom, mandátum számban pedig nagyon sokfajta számítás van. Szerintem mindenkinek az a feladat, hogy a lehető legtöbb szavazó győzze meg. A demokratikus koalícióra, a demokratikus koalíció EP listájára azok szavazzanak, akik egy erős baloldali szociáldemokrata pártot szeretnének ebben az országban. Több mandátumban reménykedtek, mint amennyit 2019-ben szereztetek, ugye akkor 4 mandátumot szereztetek. Többet vagy kevesebbet fog realizálni a DK 2024-ben? Ja, tudom, hogy mindenki a számokban gondolkodik. Engem egyetlen egy dolog érdekel, hogy több szavazónk legyen. Hogy minden egyes választáson egyre több szavazónk lesz. Hogy ebből hány mandátum fog kijönni, ezt bízzuk az elemzőkre és a számításokra. Olyan sok minden múlik. Az én teljesítményem, a demokratikus koalíció teljesítménye, az árnyék kormány teljesítménye, ha majd beszélünk róla, az abban fog megmutatkozni, hogy több szavazónk van-e. Ha több szavazónk van, akkor elégedett vagyok. Reálisnak látod azt, hogy ne a Fidesz nyerje a mandátumversenyt a 24-es EP választáson? Ezen dolgozom. És szerintem, aki politikára adja a fejét ebben a rendszerben, az Orbán rendszerében, az igenis azon dolgozzon, hogy ez a rendszer megbukjon. Minden egyes választáson. És ha nem sikerül, akkor föl kell állni és újra kell kezdeni. Ez az, ami nekem erőt ad. Jó.
A nyárral kapcsolatban szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy negyedik negyedéve van recesszióban a magyar gazdaság. Ugye Nagy Márton gyakorlatilag bejelentette azt, hogy 0%-os GDP növekedést várnak az év végén. Tegnapi hír volt az, hogy az építőiparban a visszaesés 30%-os, a beruházások volumenét tekintve. Lehetett látni azt, hogy az iskolakezdésre számos helyen konténertantermeket tud csak biztosítani a Klik. Azt is lehet látni, az magyar államvasutak brutálisan rossz állapotban van, és a legalapvető funkciót sem képes ellátni. Tehát nagyon széles körű jelei vannak a válság együttesnek. Ugye az mit mond el Orbán Viktor kormányzásáról, az szerintem világos. Az a kérdés, hogy mit mond el az ellenzékről az, hogy nem képes minimálisan sem átvenni az előnyét a Fidesznek, nem képes igazából érdemi alternatívát biztosítani és mutatni Orbán Viktor kormányzásával szemben. Szerintem a Fidesz nagyon sok szavazót veszített, tehát nem igaz az az állítás. A közvéleménykutatások nem ezt mutatják. De a közvéleménykutatások szerint is, hogyha megnézed, akkor a 22-es választások után a Fidesz most már lassan közel 1 millió szavazót veszítette. Ezt mire alapozod? Számokra szoktam alapozni ezeket. Majdnem minden a számára? Nagyjából 800 ezer és 1 millió között van, az a, nézd meg, hogy a 22, ugye áprilisban voltak, nézd meg a 22 májusi adatokat és a mostani adatokat. De ez nem elég. Ha azt kérdezed, hogy ez elég, és szerintem erre vonatkozik a kérdésed, hogy elégedett vagyok-e, akkor nem vagyok elégedett, akkor leszek elégedett, hogyha például a Demokratikus Koalíció az egységes ellenzéknek 55%-a van, és a Fidesznek jóval kevesebb, addig nem leszek elégedett. De azt látni kell, hogy az a munka, amit az elmúlt egy évben csináltunk, az egy hatalmas nagy kármentés volt. Vissza kellett adni az ellenzéki szavazóknak azt a hitet, és azt a reményt, hogy ezt a rendszert le lehet váltani. 22 áprilisa után valami olyan depresszió és olyan elkeseredés lett úrrá mindenkin, ez a nincs alternatíva. Amíg én élek, addig itt nem lesz változás. Ebben a hangulatban álltunk neki, és mi nagyon keményen végigjártuk az országot, és végigjártunk mindenkit szinte visszaadni ezt a reményt. Szerintem ez nagyjából a Demokratikus Koalíció számai látszik. Mi visszaszereztük azt a bizalmat, ami megvolt, és most az a feladat, hogy még több embert győzzünk meg arról, hogy ez a munka. A kérdésedre a legfontosabb válaszom az az, hogy jövő júniusban látni fogjuk, hogy a rendszer maga az mennyire ágyazódott be. Én szentül hiszem, hogy Orbán Viktornak, az Orbán kormány politikájának nincsen többsége ebben az országban. Ha megkérdezik az embereket, hogy mit gondolnak arról az egészségpolitikáról, oktatáspolitikáról, gazdaságpolitikáról, nincs többsége ebben az országban. Egy hazug és elnyomó rendszerben élünk, amely kínosan ügyel arra, hogy a saját szavazóit olyan buborékba tartsa, amiből nincsen kijárás, amiben nincsen bejárás sem. Nekünk ellenzéki pártként pedig az a feladatunk, hogy a magunk sokkal kisebb eszközeivel ezt a buborékot föltörjük. Mi ezen dolgozunk. Feltérés megengedve, hogy ez így van. Ugye az AWS Research-nek vannak a számait, azt gondolom, hogy nyugodtan vehetünk irányadóul. Ott májusban 50%-on állt a biztos pártválasztók körében a Fidesz, ez lement 4% ponttal 46%-ra most szeptemberben, viszont a DK száma is stagnálnak 18 és 19% között. Tehát nem látszik igazából az, hogyha veszít is adott esetben a Fidesz, az a lemorzsolódó szavazó réteg az ellenzéki pártoknál csapódna le. Nem kérdés, hogy a DK a legerősebb az összes ellenzéki párt közül, de ez még mindig nem tűnik elégségesnek ahhoz, hogy érdemi alternatívája legyetek Orbán Viktor kormányzásának. Természetesen, ha májusi adatokhoz képest nézed, akkor a DK erősödése is ott van, de nem is ez a kérdés, hanem hogyan fogunk tovább menni. Tehát visszaszereztük. Így értétek el a 20%-ot. Van, ahol igen, van, ahol nem. Lehet, hogy az AWS-nél éppen igen, más kutatóknál igen, de nem is ez a lényeg, mert igazából mindegy, hogy 18, 19, 20 vagy 21, és majd hívsz közvéleménykutatókat, és velük érdemes beszélgetni a kutatásokról. Én politikus vagyok, nekem programot kell adnom, nekem megoldást kell kínálnom. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan megyünk tovább. Mi azt a következtetést vontuk le az elmúlt egy évből, hogy két dolgot kell tenni. Az egyik, az alternatívát mutatni. Erről szól az Árnyék kormány, majd fogunk róla beszélni, hiszen éppen ma indult a program bemutató beszéd, ami szerintem elég izgalmas hónapokat mutat előre. A másik, hogy mese nincs, vissza kell térni, ha úgy tetszik, akkor klasszikus politikai eszközökre, offline kampányokat kell csinálni. Ma már az a média, az az online elérés, ami egy pár évvel ezelőtt még nagyon nagy lehetőségeket biztosított, még a Fidesz média ellensúlyozására is, az már nagyon beszűkült. Ezért, amit mi csináltunk, és mi csinálunk az elkövetkező időben, az iszonyatosan erős taktoborzó kampány, ugye ezzel telt a nyarunk. A taktoborzó kampánnyal párhuzamosan jönnek a
az aktivista toborzók, hiszen mindenhol az egész országban szükségünk van emberekre, nincs olyan választókörzet, ahol 10, 20, 30, néhol 50 fővel ne nőtt volna a tagság száma, és értelemszerűen velük együtt jönnek az aktivisták is. Azt fogják látni a választók, hogy a következő hónapokban elárasztjuk az utcát emberekkel, postaládákkal, beszélgetéssel, programokkal, közösségépítéssel, mert ezt a buborékot, amiről beszéltünk, ezt áttörni csak személyes jelenléttel lehet. Mi így gondoljuk, és most ezen dolgozunk. Ezeknek az igazságtartalmát nem vitatom, de hogyha megnézzük azt, hogy 2006-ban, amikor utoljára MSZP kormány tudott alakulni, hogyan néztek ki az erőviszonyok egy évvel később 2007 őszén, tehát nagyjából pont ugyanaz a helyzet, mint most másfél évvel a 22-es választás után, akkor azt lehetett látni, hogy akkor a választók 33%-a gondolta azt, hogy a Fidesznél lenne jobb kezekben a kormányzás, és 15%-ra esett le a MSZP támogatottsága, tehát azt lehet látni, hogy még jóval a gazdasági válság előtt már gyakorlatilag helyet cserélt ellenzék és kormánypárt, most pedig hiába lehet azt látni, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint 2006-2007 vonatkozásában volt, hiába működik egy éve az árnyék kormány, nem megkérdezve az erőfeszítéseket, biztos vagy benne, hogy valamilyen módon van reflexiótok arra, hogy mégsem voltatok képesek átütni az üvegplafont. Mivel magyarázod ezt? Marci, mivel magyarázod ezt? Tehát összehasonlítod a 2006-os politikai verseny körülményeit, az ország demokratikus állapotát, a nyilvánosság állapotát a mostanival? Ez az egyetlen különbség? Hát, hogy mondjam, az, hogy az ember egy demokráciában él, vagy diktatúrában él, és nem akarok szemantikai vitát folytatni, én diktatúrának nevezem ezt a rendszert, ez elég lényeges különbségnek tűnik. Tehát lehet azt mondani, hogy a török ellenzék, az orosz ellenzék, a fehér orosz ellenzék milyen gyenge, de szerintem inkább nézzük azt, hogy az, hogy egy illiberális rendszert, egy ilyen önkényuralmat, ami most fölépül Magyarországon, azt milyen eszközökkel lehet legyőzni, azt igazából mindannyian tanuljuk, hogy őszinte legyek, nem csak a pártok, hanem világos. A nyilvánosság. Például te is most tanulod, hogy mit meddig lehet, meddig engedik, mit lehet csinálni. De hogyha ez a helyzet, akkor igazából mi az a pont, amikor be kell látni, hogy klasszikus ellenzéki alternatív állítás ezzel a rendszerrel szemben nem lehet eredményt elérni, és ilyen értelemben az ellenzék nem csinál más, mint hogy legitimálja a létező rendszernek az antidemokratikus kereteit. Nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, és mindig megkérdezem valamit. Van egy ilyen pont nálad? Mi a B-lehetőség? Mi a másik alternatívád? Nem vagyok politikus, tehát nem rendelkezem alternatívát. Téged kérdezek, hogy politikusként te hogyan gondolkodsz erről? Ez nyilván egy nagyon fontos kérdés számotokra. Azért kérdeztem ennyire vissza, mert állampolgárként is fel kell tennünk ezt a kérdést. Hogyha nem választáson győzzük le a rendszert, akkor mi a B-változat? Nekem erre egyébként van válaszom. Nekem az a válaszom rá, hogy demokrataként, demokratikus politikusként nekem minden eszközzel el kell mennem a falig. Minden eszközzel azon kell dolgoznom, hogy választásokon győzzük le ezt a rendszert. Teljesen világos. És egészen addig, amíg nem megyek neki fejjel a falnak, és vérző fejjel nem pattanok vissza, vagy amíg élek, vagy nem tudom, hogy hogyan, vagy szabad vagyok, vagy hogyan kell ezt megfogalmazni, én addig küzdeni fogok azért, hogy ezt a rendszert békés választásokon le lehessen váltani. Nekem ez rá a válaszom. És a rendszer körülményeket egy pillanatra félretesszük, van-e olyan stratégiai, taktikai hibája a DK-nak, akár csak az elmúlt egy évnek, az árnyék kormánynak, amit szerinted változtatni kell, vagy amiből olyan felismerésre jutottatok, hogy ha ezen nem változtattok, képtelenek lesztek többséget szerezni Magyarországon? Szerintem ez egy folyamatos tanulási folyamat, mi is folyamatosan tanulunk, és nagyon sok mindenen változtatunk. Például nekem meglepő, volt egy jó és egy rossz meglepetésem. A jó meglepetés az az, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet majd az Orbán rendszert leváltani, és mit kell csinálni, akkor ennek az egyik része, amit mondtam neked, az offline kampány, a másik, és erről nagyon sokat szoktunk beszélni, a politikai közösség építése. A politikai közösség építése az nem csak pártot jelent, hogy párttagokból kell több, hanem az Orbánon kívüli ellenzéki oldalnak mérhetetlenül szétszakadt a civil, a szakértői szervezete, háttere, tudása, és mérhetetlen elszakadt a pártoktól. Márpedig sikeres alternatívát csak úgy tudunk fölépíteni, hogyha tudomásul veszük, hogy a választásokon pártok indulnak, de a pártok sem mindenhatók, tehát a tudásnak, a tapasztalatnak a civil szervezetektől kell jönnie. Az elmúlt években a civilek sem akartak nagyon a pártokkal, szakértők is mindig féltek egy Jézuson valamilyen párttal vagy politikussal találkozni, a szörnyű dolog. Az elmúlt egy évben ebben nagyon jó tapasztalataim vannak, közel 1000 fő olyan szakértővel, civil szervezettel vettük fel a kapcsolatot az agráriumtól az egészségügyig, a közlekedéstől, és ez azért nagyon fontos, mert ennek a bázisnak a felépítése, ez
nem csak a választáshoz kell, ez a kormányzáshoz is kell. Ez egy nagyon pozitív tapasztalat, rengeteg emberrel. A másik oldal, ami azt mondtam, hogy negatív tapasztalat, és ezen most az elkövetkezendő időben éppen ezen rengeteg rendezvénnyel fogunk változtatni, hogy az ellenzéki nyilvánosságot, akkor hívjuk így, nagyon kevéssé érdekelték a szakpolitikai alternatívák. Európa boldogabbik felén, ahol demokráciák vannak, miközben ott is azért a választási kampányok tudnak személyeskedni és kis mocskos ügyekről szólni, de azért alapvetően a nagy kérdés a pártok között, hogy mit képzelnek adópolitikában, szociálpolitikában, környezetvédelemben. És azt látom, és ez nem csak a demokratikus koalíció, hanem a többi ellenzéki párt is, hogy amikor erről beszéltünk, akkor az ellenzéki nyilvánosság, az újságok, a tévék, hát kevésbé voltak érdeklődőek. Amikor veszekedtünk egymással, akkor mindig izgalmasabb volt. Például ebből azt a következtetést vontuk le, hogy azon kívül, hogy nagyon sok program bemutató rendezvény lesz, több mint 100 helyre mennek el az árnyék kormány miniszterei vitatkozni, beszélgetni a programról. Több száz helyen, több mint 300 helyen lesznek kint DK-s aktivisták pultokkal az utcán, hogy véleményeket és javaslatokat várjanak az állampolgároktól. Nagyon széles online válaszadási, javaslattételi lehetőségeket nyitunk meg. Tehát, hogy ebben előrébb kell menni. Én nagyon örülnék, hogyha a nyilvánosság nyitott lenne arra, hogy vitatkozunk szakpolitikáról. Civil szervezeteket említettél, meg tudom nevezni mondjuk a három legfontosabb civil szervezetet, aki partnere a DK-nak ebben a programban, amit most próbáltok széles körben ismertté tenni? Hát nagyon sokat tudnék megnevezni, például a szakszervezetek, legyen szó akár az oktatásban dolgozókról, akár a közigazgatásban dolgozók, vagy éppen a versenyszféla szakszervezeteivel. De van olyan szakszervezet, aki kifejezetten politikai együttműködést vállal a DK-val? Nem, politikai együttműködés, és nincs is erre szükség. Szerintem politikai együttműködést a mai világban egyetlen egy civil szervezet sem vállal, még azzal sem, akivel egyébként politikailag egyetért. De ebben a helyzetben szerintem nem is ez a feladata a civileknek, sem a szakszervezeteknek, hanem hogy azt a tudást, azt a szervezettséget, azt ajánlják fel minden politikai pártnak. Van, aki elfogadja és él vele, van, aki beemeli a programjába, és van, aki esetleg nem. Ebből nagyon szépen és világosan lehet látni, hogy mire van szükség. Nem politikai szövetségeseket keresünk, hanem programszövetségeseket keresünk. Ez nagyon más, és ebben kifejezetten jók a tapasztalatok. Három eldöntendő kérdésem lesz hozzá, szerintem egyszerűek. Igen. A program alapján szerintem egyértelműen fogsz tudni rá válaszolni, kérlek, hogy egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolj. A te meglátásod szerint fizessenek azok, akiknek jaktjuk van? Igen. Fizessenek azok, akik helikopterrel járnak szórakozni? Igen. Fizessenek azok, akik luxusvillában, kastélyban urizálnak? Igen. Ugye ez a három legfontosabb követelése volt Botka László, tegyük igazságot, fizessenek a gazdagok kampányának és programjának. Ugye ekkoriban, 2017-ben, amikor ezt a programot megkérdezte Botka László, akkor a te pártod elnöke élesen kikelt ellen és szociális demagógiának, kifejezetten uszításnak is nevezte. 2023-ban ki lehet jelenteni, hogy akkoriban a pártod elnöke félrevezette a nyilvánosságot, vagy nem helyesen ítélte meg ennek a programnak a szociális jelentőségét? Nem. És mi a különbség a két dolog között? Mert hogyha folytatod a kérdést, akkor azt szeretném még hozzátenni, hogy a multinacionális nagy tőke fizessen több adót, nem csak Magyarországon, hanem a világon máshol is. Hogy az orbáni oligarchák egyébként vállalatai is fizessenek több adót, hogy ne a magyar bérből és fizetésből élőkön és a nyugdíjasokon legyen az ország közszolgáltatásainak a terhe. Amiről mi beszélünk, az egy program, az nem egy szlogán, amit ráírsz a plakátra, hanem egy program, aminek van adózása és van elosztási kérdése. A mai napon, és akkor ezt át tudunk, hogyha nem haragszol ide térni, a mai napon ennek a programnak az első elemeit mutattuk be. Ma Magyarországon a költségvetésben 10-szeres terhet viselnek a bérből és fizetésből élők és a nyugdíjasok, mert hogy egyébként a közhiedelemmel ellentétben a nyugdíjasok nagyon sok adót fizetnek, hiszen ők a nyugdíjuk jelentős részét elköltik, és ennek majdnem 30%-a, mert nem csak az áfa, hanem a különböző kiskereskedelmi adók is rámennek, majdnem 30%-a adóból megy be. Ennek a tizedét fizeti ma Magyarországon a tőke. Tizedét fizetik be a nagyvállalatok, és most nem is beszél be Orbán oligarcháiról. Micsoda perverz egy elosztási rendszer ez. Ha pedig megnézed a másik oldalt, hogy hol mire költi most a kormány ezt a pénzt, akkor azt látod, hogy mondjuk az európai összehasonlításból, hogy ne abszolút értékeket mondjak, kevesebbet költünk oktatásra, kevesebbet költünk egészségügyre, kevesebbet költünk szociális támogatásra, környezetvédelemre, és mire költünk többet, de brutálisan többet, ötszörösét az európai átlagnak, a tőke támogatására. Na erre a magyar költségvetésből ötször annyi pénz megy el. Ez egy olyan perverz újraelosztás, aminek nyomát nem látjuk
Európában, és azon kívül, hogy igazságtalan, és szerintem fenntarthatatlan, azon kívül az egyik oka annak, hogy Magyarország az elmúlt 13 évben rohamosan csúszik le mindenfajta rangsorban. És nem csak életminőség, de versenyképesség, hatékonysági rangsorban is csúszunk lefelé. Na, a 21. század már nem ilyen államot kíván. Most ismertetted a szociáldemokrata programotokat, ami a 2022-es választás után jelent meg a DK-nak a retorikájában és a programalkotásában is. Miért nem lehet azt kimondani, hogy 2011-ben tévedésben voltatok, és egyébként köszönjétek Botka Lászlónak, hogy elsőként felvetette ezeket az ügyeket, és ezt az örökséget is építve tovább, de egyébként újabb elemeket beépítve 2023-ban már a fizessenek a gazdagok mellett vagytok ti is elkötelezve. Egy nagyon fontos különbséget azért hagyd mondjak, nem 22-ben lett a DK-nak baloldali vagy szociáldemokrata programja. Én a 22-es kampányt elég közelről figyeltem, nem hallottam, hogy a ti képviselőjelöltjeitek ilyesmi szavakat használtak volna, hogy például a tőkét meg kell adóztatni, sokkal jobban számon kell kérni. Azt tudom neked mondani, hogy a DK már alapításakor, és egyébként fontos, mert a 22-es kampány igazad van, hogy fordulópont, csak másképpen. A DK-nak már a megalakulásakor is az alapszabályában, vagy az alapító okiratában benne volt, hogy egy balközép, európai balközép párt. Ha megnézed a 18-as Sokak Magyarországa programot, vagy akár a 19-es európai parlamenti választási programotól önálló programot tudtunk bemutatni, ugye a 22-es választás nem ilyen volt, ahol önálló programot tudtunk bemutatni, azok nagyon erős szociáldemokrata, európai szociáldemokrata gondolatok. Azért bocsánat, a tőke-munka konfliktusban az, hogy ti kifejezetten a munkapártyára álltok, és egyébként a tőkét akár többletadóztatásra, akár többletjogosultságok elvételére próbáljátok rákényszeríteni, ez mindenképpen egy új fejlemény a DK-ra. Egyáltalán nem. 2019-ben, ha megnézed, az európai parlamenti kampány két legfontosabb ígérete. A multiadó volt, és az európai minimálbér volt. Ez volt a két legfontosabb ígéret. Na de itt jön az, hogy a 22-es... Miért nem tudtátok támogatni Botka László programját? Mert szlogenként, tehát ezek nem kipécézünk valakit, nem pécéztük ki, és ebben lehet, hogy van közöttünk egyébként akár politikai konfliktus is veled. Mi nem pécézzük ki a gazdagokat, mi nem pécézzük ki a milliárdosokat, mi nem pécézzük ki a multinacionális vállalatokat. Majd beszéljünk arról, hogy egyébként milyen jó hatása van a versenynek, a tőkének, vagy a szabadpiacnak. Csak egy fél mondattal még azt arra hagyja reagáljak, mert abban igazad van, hogy 22 után egy valamiben lehet váltást látni. Hogy a 22-es választási kudarc után mi eldöntöttük, hogy, és azt a következtetést vontuk le a választási kudarcból, hogy soha többé nem engedjük meg, hogy bárki eltérítse minket arról az útról, hogy Orbánt egy baloldali szociáldemokrata politikával kell legyőzni. Hogy még egyszer az a tévejgés, hogy majd jobbról előzünk, innen, onnan, amonnan, az meg ne történjen ebben az országban, mert nem egyszerűen hiszek abban, hogy Orbánt leváltani szociáldemokrata politikával és kampánnyal lehet, mert ez még csak egy kis eszköz lenne. Hanem nagyon hiszek abban, hogy az orbáni rémálom után egy erős baloldali politika fog tudni ebben az országban rendet hozni, és fogja tudni az országot visszavezetni arra az útra, amire szükség van. Tehát abból a szempontból jogos az észrevételet, hogy a 22-es választás után mi sokkal markánsabban, ha úgy tetszik, néha konfrontatívabban fogalmazunk, és nagyon remélem, hogy ezzel még több embert tudunk meggyőzni, és össze velünk együtt ezzel közös útra vinni. Ugye országgyűlési választások legközelebb 2026-ban lesznek a jelenlegi tudásunk alapján. Nyilván 26-ban sokkal nehezebb lesz legyőzni Orbán Viktort, mint 22-ben volt, és 22-ben is nehezebb volt, mint 18-ban lett volna. Éppen ezért kérlek, hogy egy eldöntendő kérdés egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolj. Nem-e történelmi hiba, hogy 2017-ben a DK ajatti az együttműködés kereste volna Botka László szociáldemokrata programjával, ellene ment annak? Szerintem minden egyes alkalommal én az együttműködés híve leszek. Annak, hogy kampányszlogeneket rakjunk, azoknak egyáltalán nem leszek. De a legfontosabb dolog az az, hogy mögé tudsz-e, és ebben tehát az... nem tudok kimondani sem azt, hogy hiba volt, sem azt, hogy nem volt hiba. Nem, és nem is érdekel. De elmondom, hogy miért, mert az árnyékkormány megalakulásának van még egy nagyon fontos következménye. Az ellenzék teljesen érthető módon ebben a rendszerben hihetetlen erőforrásainkat emészti fel az, hogy a napi kommunikációban szintet tartsunk. Hogy folyamatosan tudjunk reagálni a kormány lépéseire, vagy adott esetben, hogyha az embernek van valami saját ötlete, akkor ezt elmondja. Iszonyatos energiákat igényel ez a mai világban, hiszen nem az történik, hogy elmondom a véleményem, és megjelenik a híradóban, vagy megjelenik másnap az újságokban, hanem ezt át is kell vinni. Ebből következik, hogy az ellenzéki politizálás leszűkült ezekre a
az ötsoros kommunikációra, vagy például vagy ezekre a szlogenekre, mint amilyen Laci szlogene is volt. Hogy egy-egy mondatot bedobunk, ez jól hangzik, jó, emögött biztos van valami gondolat is, de a harmadik visszakérdezés után már nagyon nagy bajban volt mindenki. És ebben senkit nem kritizálok, mert látom, hogy milyen erőforrásokkal és milyen iszonyatos küzdelemmel megy előre minden ellenzéki párt. Az árnyék, és aztán még azt hozzáteszem, hogy választások előtt pedig mindig volt egy időszak, amikor hirtelen mindenki fejéhez kapott és politikai programot írt. Az árnyék kormány megalakításának az egyik feladata éppen az volt, hogy ezt a programalkotást, a szervezetekkel, civilekkel való együttműködést intézményesítetté tegyük. Hogy amikor kirakunk egy olyan szlogent, hogy akkor, mert természetesen a politikában a végén szlogenek kerülnek ki a plakátokra, hogy Orbán az árakat emeli, Dobrev a béredet fogja, ami szintén egy egyszerű politikai szlogen, amögött legyen számításokkal, programmal alátámasztott. És te biztos, hogy benne 2017-ben ez nem állt rendelkezésre Botka Lászlónak? Hát én nem hallottam róla, hogy ha van, akkor majd küld át nekem. Jó. A pártod elnöke ült egy évvel ezelőtt abban a szépen, ahol most te ülsz, és amellett kardoskodott, hogy 2023 őszére ki kell alakulni annak, hogy az egyes városokban, a különböző kerületekben milyen ellenzéki együttműködésben állnak föl a polgármester jelöltek a 24-es választásra. Ennek jelenleg a nyomát sem lehet látni, még a fővárosban sincsen egyértelmű főpolgármester jelöltje az összes ellenzéki pártnak, hogy a megyei jogú városokról ne is beszéljek, és akkor a kisebb településekről még annyira sem. Mintha lenne egy olyan típusú mintázat, legalábbis 2014 óta egész biztosan, hogy hatalmas választási bukta van, utána elindul egyfajta blame game, egymást vádolják a különböző szereplők, hogy kinek a hibájából állt elő ez a helyzet, utána elindul egyfajta önmosdatás, megígérése annak, hogy mindenképpen ütősebb együttállással vág neki az ellenzék a következő választásnak, és végül mindig az utolsó pillanatban történik meg a pozíciók elosztása és a rajtkőhöz való fölállás. Mit kell tenni szerinted ahhoz, hogy mondjuk ennek az évnek a végére az ellenzékben letisztázódjanak ezek az erőviszonyok? Egyáltalán remélheti ezt egy ellenzéki választó, hogy mondjuk a következő év 24 januárjától arról szólhat, hogy tisztán látja, ki kit támogat, ki hol indul, és lehet szólni arról, lehet beszélni arról, hogy egyébként mik azok a víziók, amiket szembeállítotok Orbán kormányzásával. Hát először is a legfontosabbat muszáj elmondjam. Az ellenzéki pártok nagyon-nagyon sok helyen megállapodtak, jobb állapotban vagyunk, mint 2019 előtt. Ez biztosan mered állítani? Biztosan merem állítani. Azt is merem állítani, ez az egyik állításom. A másik állításom, hogy a 19-es választásokhoz hasonlóan 22 vagy 24-ben is ugyanígy meg fogunk állapodni, sőt, még több helyen, mint egyébként, ahogy 19-ben megállapodtunk. Nem, ez is rendben lesz. Azért azt lehet, bocsánat, nyári időpontban lesz a választás, nagyon nehéz lesz mobilizálni a választókat, nyilván alacsonyabb lesz a részvétel, mint hogyha ősszel tartnák a választásokat. Akkor még egy mondatom van hozzá, hamarabb fogunk megállapodni, mint 19-ben állapodtunk meg, hiszen akkor emlékezzünk vissza mondjuk a főpolgármester jelöltségéről, ugye csak ősz elején volt az előválasztás és abban döntés. Úgyhogy ebben szeretnék mindenkit megnyugtatni. És van még egy állításom, és ebben szerintem az ellenzéki politikus társak többsége rendkívül bölcsen jár el, hogy azon kívül, hogy egy-két ember ezt nagyon érdekel, a választókat nem ezzel fogjuk tudni meggyőzni arra, hogy szavazzanak az ellenzéki polgármesterekre és az ellenzéki listákra, hanem a programmal. Ezért, hogyha megnézed, akkor a politikusok túlnyomó többsége, például amikor interjút ad, akkor esze ágában nincs saját magától előhozni ezt a témát. És itt most szeretnék fölmenteni minden politikus társamat, mert majdnem mindig az újságírói kérdésre adjuk válaszul azt, hogy lesz megállapodás, nyugalom. Nem ezzel kell és foglalkozni. És itt a néző érdeklődés is ki tudna terjedni arra, hogy milyen szakpolitikai alternatívát kínáltok. Ha látnák azt, hogy egyébként megalapozottan vágtok neki a választások, mert nem egymás ellen fogjátok az erőforrásaitokat elégetni, hanem a Fidesszel szemben. Jelenleg azért én ezt merem neked bátran állítani, járom az országot, az az általános vélekedés az ellenzéki körökben, hogy a 19-es megszerzett pozíciókat sem lesz képes az összeellenzék megtartani. Mivel tudod cáfolni ezt a vélekedést? Akkor hívjál vissza, most remélem, hogy olyan sokáig nem kell várni, de a nézők is akkor számon kérhetik rajtam, 2019-es pozíciónál jobb pozíciói lesznek az ellenzéknek. Budapesten is, és ami még nagyon fontos, mindenkit Budapest érdekel. Ugye erre vonatkoznak mindig a legtöbb újságírói kérdés, miközben Budapesten nagyon vezet az ellenzék. Még a 22-es választáson is, ahol nagyon kikaptunk, még ott is Budapesten nagyon jól szerepeltünk, tehát viszonylagosan elképesztően. Az ellenzék közös jelöltje Budapesten kerületekben is, és főpolgármesterként is nyerni fog, szintén számon lehet rajtam kérni, több kerületünk lesz, mint most.
ahova igazán koncentrálni kell, és engem az elkövetkezendő 8 hónapban elsősorban ez érdekel, és ezt fogják látni az emberek, azok a Budapesten kívüli városok, illetve a vidéki települések. Mert anélkül nem lehet majd a következő országgyűlési választáson sem sikeresen indulni. Nekünk elsősorban őket kell meggyőznünk. Ne Budapesten koncentráljon mindenki, meg nézegesse ki, kicsoda, hogyan. Aki Budapesten indul, abból polgármester lesz, jelölt lesz, nem kell aggódni érte. Ahova koncentrálni kell, és amit figyelni kell, azok elsősorban a vidéki nagyvárosok, illetve a vidéki települések. Az világos, de az előbb arra utaltál, hogy a főpolgármester nyerni fog, amennyiben elindul az ellenzék támogatásával. Gyurcsány Ferenc, a pártod elnöke, még mindig lebegteti azt, hogy Karácsony Gergely támogatását megadja a DK vagy sem. Te ebben egyetértesz a pártelnökkel, vagy adott esetben te már megadtad volna a DK-s pecsétet Karácsony indulásához? Szerintem akkor kell pecsétet adni, és akkor kell véglegesen megállapodni, amikor mindenről megállapodtunk minden egyes pártam. Mit mondtam? Mit ígértem? Hamarabb lesz megállapodás, mint 2019-ben, ha visszaszámolod. A Direkt 30-at tényfeltáró cikkében az jelent meg, hogy Baranyi Krisztinát szerettétek volna indítani, vagy próbáltátok meggyőzni arról, hogy legyen DK-s jelölt. Tudod cáfolni, hogy meg tudod erősíteni? Abszolút, tehát ezek pletykák voltak, nem? Van esetleg más jelölt, akivel jelenleg tárgyaltok Karácsony indulásával szemben? És tudod, az a legfontosabb dolog, Marci, hogy ebben az országban elmagyarázni az embereknek, hogy az Európa rekorder infláció, az az Orbáni politika következménye, és nem valami gonosz embernek az összeesküvése, ez a lényeg, hogy mikor, hogyan fogunk megállapodni, meg fogunk állapodni. Mindenki nyugodjon meg. Viszont tárgyaltok vagy sem más lehetséges főpolgármester jelöltekkel Karácsonnyal szemben? Mindenkivel tárgyalunk, minden párttal tárgyalunk, és mindenki mással. Meg lesz a megállapodás, és nagyon helyesen vannak olyan, a politikának vannak olyan dolgai, amelyekben az a fontos, hogy meg tudjanak állapodni a politika szereplői. De az, hogy milyen ajánlatot adnak az országnak, azt viszont a nyilvánosságban kell eldönteni. Itt ülünk és beszélgetünk 60 percen keresztül, és ebből nagyon hosszú perceket veszünk el, miközben nagyon kevés lehetőségem van, mert hát a köztévében nem hívnak meg ilyen hosszú beszélgetésekre, elmondani, hogy mit gondolunk nyugdíjakról, bérekről, és ehelyett folyamatosan arra kérdésekre 60 perc, és lesz lehetőség ezekről is beszélni, ezek szinte annyira releváns és fontos kérdések, hogy muszáj őket érinteni. Pártelnököd azt mondta, hogy a főpolgármesteri pozíció az egyik legerősebb politikai felhatalmazással bíró pozíció. Miért nem indulsz akkor te? Egész egyszerűen nem gondolnám, hogy feltétlenül jó dolog, hogyha az ember itt-ott mindenre is alkalmas. Az Európai Parlamentben, szerintem amit letettem eddig az asztalra, az elfogadható. Remélem, hogy a választók is így fogják gondolni, és hasznosabbnak gondolom az Orbán rendszer elleni küzdelemben most az Európai Parlamenti pozíciót. Utolsó kérdés Budapesthez. Több megbízható forrásunk is jelezte azt, hogy valami fajta együttműködés, mint hogyha formálódna a főpolgármesteri hivatal és a kormány között arra vonatkozóan, hogy egy olimpia rendezésnek a tervét a főváros nem fogja vétózni. Te hallottál esetleg ilyesmiről? Hát van hallottam. Esetleg ilyesmi a napirenden? Nem hallottam, és azt viszont nyugodtan mondhatom, hogy én viszont minden erőmmel ellene fogok menni. Az, hogy ma Magyarországon az olimpia lehetőségét egyáltalán csak lebegtetni, az ugyanaz, mint a Reptér megvásárlása, vagy a veszteséges Vodafone megvásárlása. Tehát tényleg, amikor nem hogy WC-papír, de orvos és szike nincsen a kórházakban, akkor olimpiáról beszélni, én szerintem ez egy olyan dühítő és bosszantó dolog. Ráadásul nézzük meg, azért az elmúlt években egy Magyarországhoz hasonló fejlettségű ország olimpia rendezése minden alkalommal brutális anyagi terhet rótt arra az országra. Szerintem, aki egyáltalán gondolkodik és kooperál az olimpia megrendezésében, az nagyon tévúton jár, és nagyon remélem, hogy amit mondasz, ez nem igaz. Az előválasztási kampányodban harcosan kiálltál a különböző kulcsszereplők elszámoltatása mellett, akik a NER építésében, működtetésében részt vállaltak. Ezt továbbra is fönntartod? Abszolút. Az is kérdezem ezt, mert nyilván jelenleg úgy néz ki, hogyha nagyon nem változnak a politikai erőviszonyok, akkor feltétlenül te leszel az ellenzék, nem tudjuk, hogy milyen összeállításban, de mégiscsak a 26-os miniszterelnök jelöltje, vagy legalábbis az egyik lehetséges, leginkább befutó jelöltként nézel szembe ezzel a lehetőséggel. És azért vannak olyan kérdések, amelyek fölmerülnek azzal kapcsolatban, hogy 2010 előtt a pártod elnök által vezetett kormányzat miért úgy és miért ilyen formában cselekedett, például mondjuk a Lexport kapcsán miért adott lehetőséget arra, hogy Polt Péter politikai túléléséhez az akkori MSZP vezette kormányzat asszisztáljon. Hogyan értékeled a mából kifejezetten ezt a lépését a Gyurcsány kormánynak? Nem tudom, és a részleteit sem
sem tudom, tehát nem fogok tudni neked erre határozottan válaszolni, de azt javaslom. Nem ismered a Lex-Bolt törvény lényegét? Ha jól emlékszem, akkor az volt a dolognak a lényeg, hogy beosztott ügyészként ott maradhatott. Igen, visszamentett az ügyészséghez dolgozni. Ami egyébként valószínűleg nem csak Polt Péter, hanem nagyon sok mindenki másra. Megnézed a 2010 előtti kormányzást alkotmánybíróságban, tévéelnökben, ügyészségben. Ugye az a demokratikus etosz, hogy nem pártkatonák ülnek a legfontosabb pozíciókban, az nagyon erősen áthatott minket 2010 előtt. Bizonyos értelemben a Fidesz éppen ezt használta ki, hiszen a saját pártkatonáit bent tudta tartani, ugye ilyen kvázi árnyék államként a kormányzati struktúrákban. De ami a legfontosabb most 2023-ban és a kormányváltás után, hogy már csak azért sem szabad megengedni, hogy ezt a brutális közpénzlopást, amit zajlott az elmúlt 13 évben elengedjük, mert generációkra példát kell statuálni, hogy soha többé senkinek ne jusson eszébe ilyen mértékben kirabolni ezt az országot, mint ami itt most történt. Jogszerűen független bíróságok, független ügyészségek, jogszerű nyomozás, soha nem fogsz tőlem egyetlen egy olyan szót sem hallani, ami politikai nyomásgyakorlást jelentene, de akár az európai ügyészségbe való belépéssel, de azt, hogy muszáj, hogy legyen következménye Mészáros Lőrinc és Tiborcz gazdagodásának, az nem csak azért fontos, mert az igazságérzetünket sérti, nem csak azért fontos, mert egyébként az országnak szüksége is van arra a vagyonra, amit összeharácsoltak, hanem azért, hogy a következő évtizedekbe se jusson senkinek az eszébe miniszterelnökként, hogy a saját vejét, gyerekét, apját, szomszédját, sógorát teszi milliárdossá. Korrupció vonatkozásában valószínűleg vannak olyan választók, akik elvárnak tőletek is valamifajta transzparenciát, hogyha a 22-es kampánypénzek körüli mindenféle kérdésre irányul az érdeklődésük. Mit tudnál válaszolni nekik? Kielégítően tudta tisztázni az ellenzék a különböző kampánypénzek eredetét és felhasználását? Nézd, én azt tudom neked mondani, hogy ami ismeretem nekem van erről az ügyről, az nagyjából ugyanaz, mint ami az újságokban megjelent. A demokratikus koalíció mindig, minden egyes alkalommal kizárólag csak a hivatalos támogatását költötte el kampányra. Azt meg megtanultam az elmúlt 13 évben, hogy a vélelmem az az, hogy a NER rendszere hazudik, és az ellenzéki politikus társaim felé vagyok nyitottabb, ezért én is kíváncsian várom, ha nincs megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy itt bármi jogellenes dolog történt, akkor a bizalmam töretlen. És a jelenlegi tudásod szerint nincs ilyen? A jelenlegi tudásom, amit most egyelőre látok és hallok, annak alapján nincs ilyen. Ugye a ma délelőtti kampányrendezvényeden te magad is hitet tettél újra az Európai Egyesült Államok eszméje mellett, miközben a pártod elnök a HVG-nek adott interjújában a nyugat kifáradásáról beszélt. Feloldanád ezt a látszólagos ellentmondást? Hogy lehet intellektuálisan kifáradt a nyugat, ha közben ti továbbra is azt szeretnétek, hogyha valamifajta föderális együttműködésben léteznének a különböző európai államok együtt? Ez teljesen természetes. Az európai világ, vagy a nyugati világ, ahogy szoktuk mondani, mondjuk az Egyesült Államokat és Európát, ez nem a lehető világok legjobbika. Válságok tépázzák meg, és most egy hatalmas nagy kihívás előtt áll. Az a kérdés, hogy ebben a kihívásban hogyan megyünk tovább. Az elmúlt évtizedekben az egyenlőtlenségek nőttek a nyugat-európai országokban, és nem csak Magyarországon. Magyarország egy egészen különleges példa, de Németországban és Franciaországban is, ha úgy tetszik, a gazdagok egyre gazdagabbak lettek, és ami tényleg azt jelenti, hogy bizonyít változásokat kell végrehajtani, az az, hogy minden egyes válságból, ami egy döbbenet, minden egyes válságból a gazdagok gazdagabban jöttek ki. Legyen szó a 2008-9-es válságból, a Covid válságból, és most még az energiaválságból is azt látjuk. Itt valami nagyon nincs rendben. Éppen ezért változtatni kell. Én azt látom, hogy az európai politika és ezenből az európai szociáldemokraták viszik a prímet, éppen azon dolgozik, hogy visszavegyük azt a hatalmat, amit az elmúlt évtizedekben a multinacionális, globális nagy tőke felhalmozott, azt visszavegyük az emberektől. Erről szól a minimumadó, a globális minimumadó, erről szól az európai minimálbér, erről szólnak egyébként azok a klímakatasztrófát megakadályozni kívánó törvények, erről szólnak a fogyasztóvédelmi törvények, adatvédelmi törvények, és folytathatnám tovább. Azt láttuk, hogy a globális tőke miközben kinőtte a nemzetállamokat, és a nemzetállamoknak alig marad eszköze, hogy a saját állampolgárait megvédje. Ilyen tüneti kezeléseket ad, mint hogyha csak fájdalomcsillapít. Arra használnánk a nemzetállamokat, hogy fájdalomcsillapítót adjanak az állampolgárainak azokért a bajokért, azokért a fájdalmakért, amit a globális tőke okoz nekik. Ahelyett, hogy egyébként sebészkést adnánk a nemzetállamok kezébe. Hogyan lehet egyébként a
tőkét megrendszabályozni. Hogyan lehet azt a tőkét, ami elmegy egy perc alatt adóparadicsomba, Seychelles-szigetre, Vietnámba, Kínába, hogyan lehet egyetlen egy módon? Sokkal erőteljesebb nemzetközi együttműködéssel, az Európai Egyesült Államokkal. Akkor folytassuk ezzel, a hazamegvéd programban számos pontot fogalmaztok meg, például erre a követelésre vonatkozóan, hadd idézzek belőle. A jelenlegi arányokat megváltoztatva a közös nemzeti jövedelemből a mainál nagyobb részt kell adni az embereknek és kisebbet a vállalatoknak. Ha jól értem, akkor igazából ti csökkentenétek a multinacionális vállalatok részére juttatott kormányzati támogatásokat. Ez azt jelenti, hogy adott esetben az Audi, a BMW vagy a Mercedes is kevesebb központi támogatással számolhat egy Dobrev kormány esetén? Biztos. A beszélgetés elején beszéltünk arról, hogy milyen perverz az újraelosztása az Orbán kormánynak, hogy miközben az adókat az emberektől, az állampolgároktól szedi be, bérből és fizetésből élők, nyugdíjasok majdnem 10-szer annyit fizetnek be adóba, mint a tőke és mint a vállalatok. Aközben az újraelosztásban, amikor támogatni kellene, akkor meg azt látjuk, hogy a brutális pénzeket fizet ki a tőkére. Ez teljesen világos, de ugye azért az elmúlt 10 évben pont ezek a vállalatok ahhoz lettek hozzászoktatva Magyarországon, hogy a magyar adófizetők fizetik a profitjukat. Nehezen látom, hogyha adott esetben ebben bármilyen változtatás lép föl, akkor adott esetben ne vennék kalapokat, kabátjukat és teljeznék át máshova a működésüket. Ez nyilván nagyon érzékeny dilemma, hogy a foglalkoztatás és a munkaerő megtartás a fontosabb, és adott esetben ezért benyeli egy új kormány ezt a típusú támogatást, vagy azt gondoljátok, hogy akkor is keresztül kell vinni, hogyha adott esetben egy-egy vállalat ezért hát veszi a kabátját. Na látod, ezért kell Európai Egyesült Államok, és ezért kell erős politika és közös politika. Ma Európában két nagyon fontos irány mutatkozik meg. Egyrészt az Európai Minimálbér Direktíva, az pont arról szól, hogy a kormányok ne tudjanak, és ne akarjanak, mert ez károkat okoz ebbe a negatív bérversenybe belemenni. Még anno én is azt tanultam az egyetemen, a 90-es években, hogy az adóverseny és a bérverseny az egy teljesen természetes dolog. És ma már tudom, hogy mind a kettő nagyon rossz. Az adóverseny és a bérverseny is államok között az emberek elszegényedéséhez vezető. Nem lehet ezt csinálni. Ezért minden erőmmel azon vagyok én is, és azon a Demokratikus Koalíció EP képviselő is, hogy ezeket az adóversenyt és bérversenyt támogató európai szabályokat, ezeket, hogyha lehet, akkor eltüntessük, és olyan szabályokat hozzunk, ahol ez nincsen meg. Az európai minimálbér ilyen, csak azért nem bocsáss meg ezt, mert ugye nyilván az Európai Unió alapvetően a centrumországok gazdasági igényei mentén lett kialakítva. Ilyen értelemben miért lenne érdekelt bármely centrumország abban, hogy Magyarországon például a társasági jövedelemadó mértéke növekedjen, és ezzel az itt realizálható profitja ezeknek az vállalatoknak csökkenjen? Azért, mert nem ennyire fekete-fehér a kép, hogy a centrumországoknak ez az érdeke. Lehet, hogy a centrumországok autógyárának ez az érdeke. Azonban a német állampolgároknak pedig egy erős Európa az érdeke, ami egyébként őket is meg tudja védeni. Mondjuk például, amikor egy háború tör ki a határon, vagy mondjuk például, amikor szolidaritást kell mutatni feléjük, például a menekültválság idején, vagy éppen a klímaváltozás közepén. Az erős Európa az mindannyiunk, és a mainstream, ha úgy tetszik, politikai erőknek a vágya, amiért bizony igen kompromisszumokat kell tenni, például a német autógyáraknak is. De ezzel párhuzamosan van még egy másik nagyon fontos európai politika, és ez ránk magyarokra nagyon komoly hatással lesz. Ez a stratégiai önállóság politikája, amit először Macron döbott be egyébként, de magáévá tette például a német kormány is. Ami arról szól, hogy nekünk olyan politikát kell folytatnunk itt Európában, hogy ne tudjanak, vagy ne akarjanak elmenni a cégek Európából. Hogy a bérverseny nem csak Európán belül rossz, hanem akkor is rossz, amikor megengedjük, hogy például éhbérért dolgoztatott emberek szereljék össze azt az autót, azt az akkumulátort, azt a ruhát varják meg, amit aztán dömpingáron. Azért, mert éhbérért dolgoznak. Az világos, bocsánat, értem, hogy miért rossz a dolgozónak, de miért rossz azoknak a centrumországbeli tőkés csoportoknak, akik emiatt tudnák megengedni maguknak egészen extrém mértékű profit felhalmozást. Mit érdekelnek engem ebben a szempontból a tőkés csoportok? Hát éppen erről szól a történet, hogy egy politikusnak, egy politikának valahol oldalt kell választania. És ebben az európai szociáldemokrácia elég tisztán fogalmaz. De egy fél mondatot hagy mondjak már csak azért is, mert egy félreértés szeret, nehogy véletlen félreértés legyen belőle. Amit én mondok, és az a politika, amit képviselek, az nem egy gazdasági verseny ellenes politika. Én szerintem a gazdasági verseny az egy jó dolog. Abban az esetben, hogyha kellően kontrollált és kellően odafigyelő. Amit én látok, az az,
hogy éppen a 90-es években a szabad verseny apostolai, a neoliberalisták, akik azt mondták, hogy majd a szabad verseny mindent megold, azok egy olyan világot hoztak létre, ahol kiderül, hogy a szabad verseny előbb vagy utóbb épp, hogy a versenyt öli meg. Bodnár Zoltán árnyékpénzügyminiszter nem tartozott közéjük? Nem hiszem, hogy akkor ezt ennyire így átgondolták volna. Nem gondolom, azért ennek a közgazdasági hagyománynak a képviselője. Ez így van, és ma már nagyon sokat beszélgettünk róla, és nagyon egy húron pendülünk, ha úgy tetszik ebben a témában. 30 vagy 40 évvel ezelőtt az, hogy éppen a versenyt öli meg a globális szabadversenyes kapitalizmus, biztos, hogy voltak, és hosszú listán van azokról az kutatókról és írókról, akik ezt már akkor is látták, de az biztos, hogy a többség ezt nem látta. Ma a világ gazdasági teljesítménynek az egyharmadát 50 cég birtokolja. 50. Ha semmi más ne tegyenek a nézők, mint nyissák ki a hűtőjüket, vagy nézzenek körbe a szobába, hogy az az ital, amit isznak, azt 3-4 cég gyártja szerte a világban, a ruha, amit felvesznek, a bútorok, amikben laknak, az autók, amiket vezetünk, egy pár tucatnyi cég gyártja. Olyan monopóliumok vagy oligopóliumok jöttek létre a világban, amelyek szépen lassan elkezdték felzabálni éppen magát a szabad versenyt. És ezek valószínűleg fontos kérdések, de mégiscsak Magyarországon lesz bármilyen típusú hatása egy esetleges kormányváltás után egy új kormánynak. Ezért szeretnék visszamenni a programotokhoz, ahol arról is írtok, hogy alakítsunk ki tisztességes a mainál sokkal egyenlőbb jövedelem és vagyon elosztást a leggazdagabbak, a tulajdonosok, a top menedzserek és a dolgozó és nyugdíjas többség között. Nyilván ez adókivetés egyik oldalról, hogyha jól értem, de a másik oldalon, ami nagyon érdekel, hogy például az olyan típusú magánvállalatokat, amiket kizárólag közpénzből hoztak létre és duzzasztottak föl, például amik a 4iG-t, el tudod-e képzelni, hogy államosítsa egy Dobrev kormány? Csak olyat tudok elképzelni, ami jogilag tisztességes és teljesen jogszerű. Viszont azt, hogy például egy kormány olyan politikát folytat, amelyben elsősorban a kisvállalkozóknak nyújt lehetőség, például építőiparban. Nekem nagyon régi vágyam és tervem az, hogy a társasház és panelház felújítási programot önrész nélkül, ráadásul Európai Uniós pénzből folytassuk, sőt, sokkal nagyobb erővel tegyük. Ez ennek a beruházás és építés ösztönzésnek egy irányelve, egy Dobrev kormány esetén? Ez abszolút. Ebből az is következik, hogy egyébként nagyon sok kisebb, közepesebb építőipari vállalat tud majd lehetőséghez jutni, és nem feltétlenül a nagy Mészáros Holding lesz az, aki majd nem tudom én hatalmas nagy olimpiai csarnokokat épít. Visszatérve a jövedelemosztás kérdéséhez, nyilván egy nagyon fontos kérdés az is, hogy az úgynevezett magántőke alapok, ami az egyik legizgalmasabb következménye volt az Orbán így a hatalom gyakorlásnak, nevezetesen, hogy hogyan képes. Ez eufemisztikus, ez az izgalmasabb. Hát abban az értelemben, hogy hogyan képes a tulajdonosi szerkezetet elrejteni jogszabályok keresztül legális módon, és lehetővé tenni azt, hogy tisztázatlan tulajdonviszonyok mellett írtózatos vagyonokat tudjanak kontrollálni. Ezt a típusú jogszabályt megszüntetné egy Dobrev kormány? Abszolút. A következő hónapokban egyébként éppen az egyik szakpolitikai program az a jogállamiság helyreállításának a programja, ahol nagyon sok minden szerepel, értelemszerűen a bíróságtól a sajtón át, de nagyon részletesen tárgyaljuk azt, hogy milyen összeférhetetlenségi szabályok kellenek, milyen átláthatósági szabályok kellenek. Éppen azért, hogy, mint ahogy az előbb mondtam, generációkra előre megakadályozzuk azt, hogy még egyszer ilyen történhessen az országban, mint ami az elmúlt 13 évben. Írtok arról is, hogy az állam köteles úgy megállapítani a mindenkori minimálbért, hogy az fedezze az emberek tisztességes, kulturális igényekkel bővített megélhetési szükségleteit. Milyen minimálbér összeget nettóban tartnál irányadónak, ha most kellene azt megszabnod? Egy mondattal hagyj menjek hátrébb, mert... Ha mondasz összeget, akkor mehetsz egy mondattal hátrébb. Majd a végén fogok, nem akarok konkrét összeget mondani, és mert rögtön meg fogod érteni, hogy miért. Egyébként sokan, majdnem kétszeresét annak, ami most, de majd adóügyekről is lehet beszélni. De mi az egésznek az alapja, a politikai alapja, mert ez fontos, hogy hogyan gondolkodsz a bérről. Ha a bérről csak úgy gondolkodsz, hogy ez egy költség, ami számviterileg egyébként igaz, és a vállalatok így gondolkodnak róla, hogy ez egy költség, a bérköltség. Mi a célja akkor egy vállalatnak, onnantól kezdve a bérköltség csökkentése? Szerintem egy állam, egy kormány nem gondolkodhat úgy a bérről, a jövedelemről, hogy ez csak egy költség. Mert a kormány egész egyszerűen nem egy könyvelő, hanem egy közösség irányítója. A jövedelem, a bér az annak a garanciája, hogy neked emberhez méltó életed van, és hogy te önálló lehetsz, hogy neked nem kell hajbókolni. Nem szorul görcsbe a gyomrot, hogyha a munkaadóval vagy a főnököddel beszélni kell. A bér önállóságot ad. A bér az méltóságot ad. Éppen ezért, amikor bérről beszél,
beszélünk, akkor muszáj ezt a szempontot is figyelembe venni. És azért világos. Nagyon fontos. Milyen összeg az, ami ezt garantálja szerinted 2023 Magyarországon? És nem lehet, és akkor innen azért muszáj végigmondanom a mondatot, mert különben a számnak önmagában, nem a száma önmagában a lényeg. Mert szerintem a dolgozók többségének igenis a száma lényeg. A dolgozók többségének is az a fontos egyébként, hogy a bér maga az pusztán csak azt fedezi, hogy meg tudom venni az élelmiszert, hogy ne haragjak éhen, vagy tudok fűteni, vagy a bér maga arra is elég, és ezt hívjuk, ha úgy tetszik, akkor társadalmi minimumnak, és akkor már itt jövünk a bérekhez és az összeghez, ezt hívjuk társadalmi minimumnak, amikor már lehetővé válik az is, fogok számot mondani, ne nézz rám ilyen mérgesen, amikor lehetővé válik az is, hogy adott esetben akár egy könyvet vegyen magának az ember, elmenjen egy moziba a gyerekkel, hogy el tudjon menni pihenni 3 napra, vagy megvegyen egy strandbelépőt a nyáron. Nincs ebben, mekkora összeg az, ami szerinted fedezi? Szerintem nagyjából a mai árak mellett ez körülbelül 300 ezer forint nettó. Környékén van, nettóban, de attól félek, hogyha egy év múlva beszélünk, akkor sokkal nagyobb összegről kell beszélni. Jó. És még valami, mielőtt frászt kapnának a kis és középvállalkozások, hogy a Dobrev milyen hatalmas nagy terheket rak rájuk, például adórendszerrel. A kormánynak nagyon komoly befolyása van arra, hogy milyen bérszínvonal alakul ki egy országban. Egy ilyen bérszínvonalat kigazdálkodni egyik napról a másikra, az biztos, hogy nem a kis és középvállalkozások feladata. Van még egy izgalmas megjegyzés ebben a programban, hadd idézem ezt is. Sok izgalmas írjátok, megjegyzés van a programban. És nem fogunk tudni mindegyikre kitérni, de erre mi mindenképpen szeretném. Azt írjátok, hogy meghatározott körbetartozó politikai és államigazgatási vezetők valamennyi hivatalos találkozójáról részletes írásos emlékeztető készül, melyek nem selejtezhetők le, és 5 évnél hosszabb időre nem titkosíthatóak. Ugyanezen kör a magántalálkozóiról is köteles írásos jelentést tenni, ha azon közfeladat tehát érintő, ahhoz kötődő, annak ellátását befolyásolni szándékozó cselekmény, esemény történt. Ez egy nagyon dicsérendő transzparencia irányába tett lépés. Addig is, ami nem került a kormányra, várhatjuk-e, hogy esetleg a DK saját magára alkalmazza ezt? Mindenkit meg tudok nyugtatni, ez egyébként az Európai Parlament transzparencia szabályainak megfelelő, tehát nekünk egyébként európai parlamenti képviselőként ezt már követnünk kell, és ezt már be kell mutatnunk. Zárójelben megjegyzem neked, csak hogy érezzék a nézők is, hogy mi magyarok milyen problémákkal küzdünk. Például a transzparencia szabályai szerint nekem be kell jelentenem minden egyes alkalommal, hogyha találkozom mondjuk egy szakértővel, egy szakszervezeti vezetővel, egy adott esetben, ha valamilyen témában találkozom valakivel. És el tudod képzelni, hogyha lejelentem, akkor, és ezek nyilvánosak, akkor milyen hihetetlen fideszes támadásnak lesznek kitéve azok, akiknek a neve szerepel ebben a transzparencia jelentésben. Ez egy hatalmas nagy dilemma számomra is, én egyébként mindent és mindig lejelentek, de azért nem annyira könnyű egy diktatúrában még egy ilyen transzparencia szabálynak sem eleget. Az világos, tehát, hogy az Európai Parlament megköveteli tőled, mint képviselőt, hogy ezeket alkalmaz magadra, a párt vezetése mondjuk, akár az elnökség fogja magára alkalmazni kormányra kerülésig. Van, amit igen, és van, amit nem. Az árnyékkor, azt mondtam, hogy a szakszervezet, egyébként kormányra kerülés után mindenféleképpen, de vissza kell állítanunk a demokráciát. Azt képzeld el, hogy azt mondtam, hogy közel 1000 szakértővel dolgoztunk együtt, írásos anyagokat is adnak, véleményt adnak. Ennek az 1000 szakértőnek kicsit több, mint az 1/3. Egyetlen egy dolgot kért tőlünk, hogy ne derüljön ki a neve. Mert éppen most még gimnáziumi tanár, mert az egyik kórháznak az igazgatója. Vagy azért, mert van egy vállalkozása, egyébként teljesen pici vállalkozás, amire azon aggódik, hogy hogyan megy ki hozzá az APEH. Ne próbáljuk meg eljátszani egymás között, hogy egy szabad és virágzó demokráciában élünk. De egyébként a transzparencia szabályok nem csak az Európai Parlamentre, hanem például az Európai Bizottságra is érvényesek. Mi még annál is szigorúbbakat, de majd a program részletes programban majd látni fogod, mi kifejezetten a skandináv országok transzparencia szabályait akarjuk bevezetni. Nem lesz egyszerű, de az Orbáni rendszer után, ahol sustyorogva VIP páholyokban dől el egy jogszabály, egy állami támogatás, teljesen elzárva a nyilvánosság előtt, szerintem nekünk egy kicsit meg kell próbálni adott esetben akár átesni a ló túlsó oldalára, és egy olyan magatartást mutatni, hogy döntéshozói helyzetben nem lehetnek titkos találkozók és sustyorgások. Beszéljünk még a politikai versenytársaitokról is, hogyha egyébként a politikai ellenfeletek a Fidesz maga. Ugye az LMP-nek parlamenti frakciója amiatt lehet, mert a DK átengedett egy képviselői helyet. Ez akkoriban megütközést keltett a nyilvánosságban, nehezen volt érthető a politikai racionalitás emögött, a döntés mögött.
Azóta azért az látszik, hogy legalábbis az LMP-s Ungár Péter elég erőteljesen gyomrozza a Momentumot, annak különböző képviselőit, akik nyilván a legfontosabb politikai ellenfelei a DK-nak. Kijelenthető, hogy van egy olyan típusú együttmozgás a DK és az LMP között, mint mondjuk a Fidesz és a Mi Hazánk között, most nem ideológiai értelemben, funkciós értelemben véve, hogy gyakorlatilag az LMP részben tesztel mondásokat, amelyek hasznosak lehetnek a DK-nak, részben a politikai ellenfeleinekvel való csatározást, azt ki lehet szervezni az ő részükre. Nem, ez teljesen butaság. Egyébként, ha megnézem, akkor Ungár Péter jó kemény gyabrosokat küld nekünk is, DK-knak is, és a DK-s politikának is, nem ez biztos. És soha nem láttam, hogy ilyesmi történt volna, tudsz ezt visszaidézni? Hát most át fogom neked küldeni, de hogy a fejemben benne van, hogy egyébként az elmúlt időszakban, hogyha kritika ért minket az ellenzéki oldalon, politikai tartalomban, akkor az mindig az LMP-től jött. Én egyetlen egy ilyen megszólalására sem emlékszem Ungár Péternek. Szerintem, akkor át fogok neked küldeni egyébként jó pár. Korábban de... volt olyan, hogy gyurcsányozott ő maga is, adott esetben 2018 után, de hogy 2022-től kezdődően nincsenek ilyen éles kritikája a DK-val szemben, ez szerintem kijelenthető. Hát akkor majd megkérdezett tőle, hogy ez miért így van. Én nekem lehet, hogy túlérzékeny vagyok, és mindent meghallok, de nincs ilyen. Mit nyert igazából a DK az LMP-nek átadott mandátummal? Hogy megállapodtunk még a választások előtt. De miért jó az a DK-nak, hogy az LMP-nek van frakciója? Van, mert megállapodtunk a választások előtt, és ha valakivel megállapodunk, akkor tartjuk a szavunkat, akkor is, hogyha az éppen nem jó nekünk. De majd azt fogod látni, nem megyünk vissza ebbe a körbe, nagyon remélem, vagy legalábbis nagyon szeretném, hogy ne menjünk vissza, de azt fogod látni a 2019-es megállapodás után, most a 2024-es önkormányzati megállapodáson is, hogy az, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vagyunk, ez inkább több felelősséggel jár, és adott esetben nekünk kell nagyvonalúbbnak lenni a többi párttal szemben, és szerintem ennek eleget is fogunk tenni. Többször leszünk nagyvonalúak, és sokszor fölteheted azt a kérdést, hogy de mi az érdeke ebben a DK-nak? A DK-nak egyetlen egy érdeke van ebben, együtt tartani ezt az ellenzéki közösséget és sokasságot, hogy le tudjuk váltani az Orbán rendszert. De ez egy ellentmondás, hogy azt mondta, hogy egyszer együtt kell tartani őket, de közben mégiscsak egyedül indultak neki, akár az EP választásnak, vagy más helyeken például önálló polgármesterek fognak indulni, akkor nem értem, hogy miért nem annak az irányába tesztek lépéseket, hogy akkor a DK-nak a dominanciája kizárólagossá váljon. De mert a demokratikus felfogásunkkal ez nagyon-nagyon ellentétben van. Ha azt kérdezed, hogy azt szeretném-e, hogy a DK legyen az ország legerősebb pártja, megelőzve a Fidesz, akkor azt mondom, hogy igen. Ha azt kérdezed, hogy hol leszek elégedett a DK támogatottságával, akkor nagyjából az 55%. Igen, ezt elmondtam. Ezt most mindenhol el fogom mondani, nehogy véletlen valaki azt így, hogy addig hátradőlök. De ettől függetlenül az Orbán utáni rendszerben én megrögzötten hiszek a koalíciós kormányzásban. Tehát megrögzötten hiszek abban, hogy az Orbán utáni rendszert egyébként úgy fogjuk tudni fölépíteni és az Orbán rendszert lebontani, ha már a döntéshozatal pillanatában ott vannak a különböző szempontok. Ennek nem mond ellen az sem, hogy egyébként az a szociáldemokrata irányvonal, amit én támogatok, az kell, hogy legyen szerintem a dolognak a közepe. Kell, hogy legyen iránya, nem csinálhatunk még egyszer egy ilyen imbolygó ide-oda dölöngélést, mint 22-ben. Kell, hogy legyen a politikának iránya, közepe, kell, hogy legyen egy nagyon erős stratégiája, de ettől függetlenül, hogy egyébként jó az az országnak, hogyha a koalíciós viták megjelennek már a döntéshozatal pillanatában, ebben továbbra is hiszek. Milyen a viszony akkor a Momentummal, hiszen jelenleg gyakorlatilag a 22-es együttinduló ellenzéki pártok közül rajtatok kívül nekik van egyedül esélyük arra reálisan, hogy mandátumot fognak tudni szerezni a jövő évi LP választáson. Közben meg ugye azt lehet látni, hogy számos politikus tudtatok áthívni magatokhoz a DK-ba a Momentum felől, miközben ugye azt is lehet látni, hogy a már említett Bodnár Zoltán, aki árnyékpénzügyminiszter, a 6. kerületben Soproni Tamásnak dolgozik, aki Momentumos polgármester. Tudsz erre magyarázatot adni, hogy akkor most konkrétan milyen viszony fűztiteket a Momentumhoz? Normális emberi viszony, szerintem ezzel nincs is mit magyarázni. Inkább azt kellene magyarázni, hogy ha nem, nincsen valamilyen titkos kardozás az ellenzéki pártok között. Beszélünk egymással, vitatkozunk. A politika az a verseny és az együttműködés együttese. Nagyon nagy baj, hogyha nincs verseny a politikában, az a diktatúra, erről beszéltünk, és az is nagyon nagy baj, ha nincsen semmilyen együttműködés. Okay. Éppen azért a demokratikus oldalon az, hogy van normális párbeszéd, beszélgetés, hogy én beszélek Donát Annával, vagy éppen Csekatkával egy konkrét ügyben, vagy hogy Gelencsérrel, Fekete Győrrel van normális párbeszéd a parlamentben, szerintem ez a normális, és nem arra kell magyarázatot adni, hogy ez miért van, hanem arra kéne, ha ez nem lenne.
nincs olyan interjúnk, ahol erre a kérdésre nem térnénk, és pontosan tudom, milyen választ fogsz adni, de mégis fölteszem, mert szerintem ez egy visszatérően megválaszolatlan kérdés a DK részéről. Tavaly, amikor a pártelnököd itt ült, akkor azt mondta, hogy 1 millió szavazója van a DK-nak, sőt jövőre, tehát mostanra 1,5 millió szavazója lesz. Ezt közvéleménykutatási adatok nem támasztják alá. Elég egyértelmű, hogy van igenis valamilyen típusú üvegplafon a DK fölött. Itt az a kérdés, hogy fölötted van-e? Tehát, hogy a te miniszterelnök jelölti érvényesülésedet veszélyezteti a pártelnök személye vagy sem. Adott esetben azok, akik természetes szövetségesei, választói, aktivistái tagja lehetnének a DK-nak, nem idegednek el a párttól, pusztán csak azért, mert a veled való közösségvállalás az automatikusan a pártelnököddel való közösségvállalást is kell, hogy jelentse. És a válaszomat is már el tudod mondani, hiszen ugyanazt fogom válaszolni, amit válaszolok erre a kérdésre 25-ször. Nagyon sokszor volt már üvegplafon a DK fölött, volt, aki azt mondta, hogy 5%, 10%, 15%, most éppen 20%. Szerintem van üvegplafon a DK fölött, 55%. Mikor várod azt, hogy elérhetővé válik? Akár csak mondjuk azt, hogy 3-assal kezdődik a DK-nak a támogatottsága. Minél hamarabb. És hogyha megkérdezed, akkor minden reggel azzal kelek fel, és minden este azzal fekszem le, hogy minél, mit kell még tenni érte, mit kell még jó tenni érte. Ha az EP választáson, ami ugye tisztán listás választás, tehát egyértelmű lesz a támogatottsága a pártnak, nincsen számottevő mértékben növekedés a szavazatszámban, annak lehet-e következménye a DK elnökségére nézve? De nézd, a választási verességek után mindig van következmény. Van következmény, mert az a párt, ami nem gondolja végig, hogy mit kell másképp és másképp, máshogyan csinálni, az szerintem hibát követel. Van olyan választási vereség, amelyben belebukhat Gyurcsány Ferenc a DK-ban? Biztos, hogy van olyan választási vereség. Lehet és Dobrev Klára is belebukhat. Lehet ilyen 24-ben az EP választáson? Nem lesz ilyen 24-ben. De ha mégis előáll? Nem lesz ilyen 24-ben. És aki így megy neki a 24-es választásoknak, az bukásra van ítélve. Szerintem ha egy politikus nem hisz abban, amit tennie kell, ha nincs előtte nagyon világosan az a cél és stratégia, amiért küzd, hanem megpróbál csak túlélni, himihumizni, és arra stratégiákat gyártani, hogy mi lesz majd, ha véletlenül mégsem sikerül, az ne menjen politikusnak. Ha nem sugárzik belőle az az erő, hogy igenis hiszek abban, hogy meg tudom csinálni, akkor nem való politikusnak. Nem erősíteni a te legitimációdat, hogyha egyben lehetnél a párt elnöke, és úgy lennél miniszterelnök jelöltje a DK-nak? Nem. A politikai közösséget, azt a politikai csapat erősíti. Az én erősségem sem a magam személyének szól, hanem hogy van mögöttem egy árnyékkormány. Sokan kérdezték, hogy miért nem szerepeltem olyan sokat, például interjúkban az elmúlt egy évben. Azért, mert szerintem sokkal fontosabb volt, hogy az árnyék miniszterek elkezdtek szerepelni, és ma már látszik, hogy ki a szakpolitikus, adott esetben honvédelemben, külpolitikában, egészségügyben, vagy éppen gazdaságban. A csapat erősíti. Aztán persze kampányban a dolog az kiélesedik, és egy emberre koncentrálódik a kampány. De ettől függetlenül, aki úgy gondolja, hogy a bölcsekkövet csak az ő kezében van, az nagy hibát követel. Nálunk a döntéseket azt a DK elnöksége hozza, vagy éppen az árnyék kormány hozza, attól függően, hogy milyenek a döntések. És ezt nagyon szeretném, hogyha így is maradna. Felteszem, te elégedett vagy az árnyék kormány elmúlt egy éves teljesítményével? Soha nem vagyok elégedett. Soha nem vagyok elégedett. Elégedett mondtam már, hogy mikor leszek. Akkor hanyas osztályoznád egy 5-ös skálán? Lehet tizedes jelket is mondani. Természetesen nagyon jóra osztályoznám, és 5-ösre osztályoznám, de ez nem azt jelenti, hogy elégedett vagyok vele. Tényleg, elégedett akkor vagyok, amikor legyőztük a Fideszt, és hogyha addig bármilyen pillanatban is elérne engem az, hogy hátradőlhetek, és nincs több tennivaló, akkor bajba lennénk. És hogyan értékeled azokat az elemzői kritikákat, például amikor Lakner Zoltán pont itt a Partizánban fogalmazta meg ezt, hogy bár nyilvánvalóan ez egy politikai innováció volt a DK részéről, gyakorlatilag az egyedül az ellenzéki térfélen, ennek ellenére mégsem látszik, hogy számottevően tudott volna javítani a DK pozícióját az árnyék kormány. Hát, hogy mennyire tudott javítani a pozícián, ezt majd meglátjuk. Most csak a közvéleménykutatási adatokra utalok. Igen, tudom, a közvéleménykutatási adatokból. 1-2% pontos maximum mozgás az elmúlt egy éven belül a DK 2019-es EP választáson minden közvéleménykutatás ugye 2 darab mandátumot mért a DK-nak, úgyhogy megint mondom, közvéleménykutatási adatoknál majd politikai elemzőkkel beszélgessél, mert az sokkal izgalmasabban tudnak róla beszélni, mint amit én. Az árnyék kormánynak egyébként vannak dolgok, amiben nagyon elégedett vagyok. Azzal, hogy sikerült a politika mellé felépíteni egy szakmai bázist, amivel azzal a magabiztossággal léphetünk egyébként a választók elé, hogy igen, kormányváltás esetén pontosan tudjuk, hogy mit, hol, hogyan kell megtenni, és ez megvannak az emberek is, nem elég még, hogyha erre kérdezel rá, hogy elégedett vagyok-e, még további emberekre is szükség van. Elégedett vagyok az árnyék kormány alatt abból a szempontból is, hogy magát az ellenzéki sokasságot és a párt közvéleményét is sikerült
ráfordítani arra, hogy a szakpolitika is legalább ilyen fontos. Az is fontos persze, hogy kikiről mit mondott a parlamentben, és kikiről mit nyilatkozott csúnyát vagy szépet, de mégiscsak az a fontosabb, hogy milyen országot akarunk. És elégedett vagyok a tekintetben is, és ezt a következő hónapokban látni fogják a választók is, hogy szerintem az a szociáldemokrata ajánlat, amit összeraktunk szakpolitikaként és egészében is, az egy nagyon erős ajánlat. Abban elégedetlen vagyok, hogy ez hány emberhez jutott el. A következő hónapokban azon fogunk dolgozni, hogy ez minél több emberhez eljusson. Mert mondtam neked, hogy meggyőződésem, hogy az Orbán kormány politikájának nincs többsége. Aminek többsége van, hogy az emberek nem látják, hogy van más és van alternatíva. Na most ez a feladatunk, hogy az emberek ezt is észrevegyék. Záró kérdés. Az akkumulátorgyár betelepítés szélsőségesen nélkülöz mindenfajta demokratikus számonkérhetőséget. Komplett települések vannak, amelyek nem képesek érvényesíteni az érdekeiket. Gyakorlatilag átláthatatlan, hogy milyen nemzetközi dílek, geopolitikai dinamikáknak az eredményeképpen jelölték ki Magyarországot, hát kvázi az európai akkumulátorgyártás egyik bástyájává. Az is látszik, hogy ebben eléggé elkötelezett az Orbán kormány, gyakorlatilag minden szabályozáson, és még egyszer mondom, demokratikus ellenőrzésen átgázol annak érdekében, hogy minél nagyobb számban telepítse be ezeket a gyárakat, amelyeknek ugye egyrészt a hozzáadott értéke a magyar gazdasághoz igen kérdéses, ráadásul iszonyatos adófizetői pénzek mennek erre arra, hogy minket favorizáljanak, illetve az is látszik, hogy a beszállító értékláncban nagyon nincs helye olyan magyar vállalatnak, amely bármilyen módon is, akár technológiában, akár bármilyen másban tudna ebből az együttműködésből tőkésedni. Tehát igen rossznak tűnik ez az ajánlat a magyar társadalom számára, és ehhez képest azt lehet látni, hogy az ellenzéki pártoknak egy jelentős része, még olyan is, amely magát egyébként szociális elköteleződésűnek vallja, inkább az idegen ellenességgel hergeli a magyar társadalmat a beruházás ellen. Ugye lehet tudni azt, hogy legalább 300 ezer, bizonyos számítások szerint 500 ezer vendégmunkást akarnak betelepíteni, ez szintén elképesztő kérdéseket nyit ki, és jó lenne pontosabban látni, hogy mégis ezt hogyan akarja menedzselni az Orbán kormány. Mit üzennél azoknak az ellenzéki pártoknak, akik az akkumulátorgyár problémát kifejezetten az idegen gyűlöleten keresztül próbálják opponálni, és ezen keresztül próbálnak társadalmi ellenállást építeni ezzel szemben? Szerintem tegyünk különbséget. Egyébként nem az idegen gyűlölet. Egyáltalán nem. Amikor a vietnámi Fülöp-szigeteki, de nem is nagyon hallottam olyan mondatot, most a demokratikus ellenzéki pártoktól, most a Mi Hazánk ebben nem érdekel, nem nagyon hallottam olyan mondatot, amiből idegen gyűlöletet lehet kivenni. Úgy a Jobbik, mint az MSZP vezető politikusainak a megszólalásaiból kiolvasható volt ez. Én nem hallottam ilyet, de majd elolvasom, és akkor megnézem. Amit én látok, az az, hogy egyébként az a fajta politika, hogy az Orbán kormány vendégmunkásokat telepít be az országba, az egy rendkívül káros politika. Arról szól a történet, hogy behoznak a Fülöp-szigetekről, Mongóliából, nem tudom még, hogy Indonéziából embereket, akiket aztán itt éhbérért dolgoztatnak. Az, hogy egy vendégmunkások által lakott házban, egy 100 négyzetméteren ott élnek 50-en, a 21. század Magyarországán, és emiatt egyébként lehet nekik havonta 200 ezer forintot fizetni, azt szerintem felháborító. Az, hogy kihasználják őket arra, hogy 8 órát ledolgozz, mert ugye ezek a konkrét ügyek, amik jönnek vissza, például többek között a szakszervezeti vezetőktől, 8 órát végig dolgozik egy gyárban a vendégmunkás, majd fölrakják a buszra, és átviszik egy másik gyárba, ahol szintén 8 órát végig dolgozik, hiszen szerencsétlen nem akar hazamenni a 20 fős hálótermébe, ahol kell aludnia másnap reggelig. Elképesztő körülmények között és elképesztő feltételekkel, mindezt miért? Mert a multinacionális nagytőke és az Orbán oligarcháinak a magyar munkás már túl drága. Elfogyott a magyar munkás, mert elment tőlünk nyugatra, aki meg itt maradt, az még túl drága neki. Mi lesz ennek a következménye? Szerintem ez nem idegen ellenesség, és szerintem ebben nagyon határozottan kell fogalmazni, hogy itt semmi más nem zajlik, mint kizsákmányolása és éhbérért való dolgoztatása külföldi vendégmunkásoknak azért, hogy ne kelljen tisztességes béreket fizetni a magyar embereknek. Világos, hogy így fogalmaznak az ellenzéki pártok, én sem minősíteném az ő megszólalásukat. Ez most idegen. Ez nem az, ez nyilvánvalóan nem az, de csak ők nem ezt az aspektust domborítják ki. Éppen ezért kérdezem tőled, hogy viszont arról az aspektusról mit gondolsz, hogy ez az akkumulátorgyár betelepítés nyilvánvalóan az európai autógyárak élettartamának és jövedelmezhetőségének a meghosszabbítását, a prolongálását szolgálja. Tehát ilyen értelemben ez is az Európai Uniós tagságunknak egy kényszerű következménye.
Nem feltétlenül, hiszen pontosan látjuk, hogy éppen most indít a bizottság egy eljárást a kínai autógyárak, és ebbe bele fognak tartozni a kínai akkumulátorgyárak is, ha jól látom, a beszállítási láncon, éppen a dömping miatt, éppen az állami támogatások miatt, éppen azért, hogy az európai ipart védjék. De ebben én nagyon egyértelműen fogalmazok, éppen két héttel ezelőtt volt egy sajtóháttérbeszélgetésem a német sajtóval, ahol kifejezetten azt mondtam, hogy szerintem az az elvárás a német autóipari gyárak és a menedzsment felé is, hogy az a magatartási kódex, amit kötelezőnek éreznek magukra nézve Németországban, azt érezzék kötelezőnek magukra nézve Európában is. Ez érvényes az autógyárakra, a telekommunikációs cégekre és mindenféle német multira. És azt tudom mondani, hogy volt pozitív visszajelzés ennek a mondatnak. Mit lehet tenni, hogyha 2026-ban Dobrev kormány alakul, de Magyarország addigra akkumulátorgyarmattá válik, súlyosan környezetszennyező következményekkel, az édesvízi lehetőségeink megcsapolásával, és akkor a további következményekről nem is beszélek. Hogyan lehet majd ennek bármilyen módon is a hatásait enyhíteni, adott esetben felszámolni? Nagyon szigorú környezetvédelmi ellenőrzéssel és szabályokkal, nagyon szigorú környezetvédelmi bírságokkal, nagyon szigorú munkaügyi ellenőrzéssel. Szeretném, hogyha a munkaügyi ellenőrzés különösen a vendégmunkások esetében kiterjedne például a lakhatási körülményükre is, hiszen éppen ezért tudnak ilyen olcsók lenni, mert szörnyű körülmények között laknak. Nagyon szigorú szabályokra, és onnantól kezdve, hogy egy szociáldemokrata kormánya van ennek az országnak, onnantól kezdve támogatást, segítséget csak az a vállalat kaphat Magyarországon, külföldi vállalat, aki tisztességes munkaügyi viszonyokkal rendelkezik, szakszervezet van, tisztességes béreket fizet, betartja a környezetvédelmi szabályokat, és még sorolhatnám. Ez a magyar emberek érdeke. Dobrev Klára, a DK EP képviselője, árnyék miniszterelnök, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindenről beszámoltál a nézőinknek. Köszönöm szépen. Ez volt a beszélgetésem Dobrev Klárával. Ha tetszett a beszélgetés, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várlak a komment szekcióban. Ha tetszett, amit hallottál, akkor a like gomb megnyomásával pörgetheted az algoritmust a mi érdekünkben. Ha nem, akkor nyilván ott van a dislike, de ebben az esetben mindenképpen kérlek, hogy fejtsd ki, hogy mi az, ami nem nyerte el a tetszésedet. Ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ahogy említettem az adás legelején, ezt a beszélgetést szeptember 29-én péntek délután rögzítettük, annak érdekében, hogy el tudjunk menni Pozsonyba, és a szlovák választásról Pozsonyból tudjunk tudósítani. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, én Gulyás Márton voltam, ciao.